26. alkalommal találkoznak városunkban a térinformatikusok, földügyi és ingatlanügyi szakemberek azért, hogy megosszák egymással a legfontosabb szakmai tudnivalókat, továbbképezzék magukat és továbbépítsék kapcsolataikat. Az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának dékán helyettese szerint a GIS Open konferencia kiváló találkozási lehetőséget kínál a szakma képviselői számára. Ez a konferencia ez unikális abban az értelemben, hogy nem csak konferencia, hanem baráti találkozó is tulajdonképpen a szakma résztvevői számára, és nem csak konferencia, hanem továbbképzés is, ugyanis nem csak az egyetem és a kutatóintézetek képviselői lesznek jelen, hanem megjelennek a szakma képviselői is. A szerdán kezdődött fórum megnyitóján a szakembereket Székesfehérvár alpolgármestere köszöntötte, aki beszédében emlékeztetett a világot sújtó körülményekre, nehézségekre is, melyek a résztvevő szakmabelieket is komoly kihívások elé állítják. Most már 26. alkalommal szervezi meg az egyetem ezt a háromnapos konferenciát, amely nyilván szól az újdonságról, hogy az elmúlt időszakban milyen változások, akár törvényi, akár egyéb más változások történtek a földmérő-földrendező területen, másrészt pedig nyilván a kihívásokról is fog szólni, mint minden terület, ez is nagy kihívások előtt áll a jövőben. Almási Győző a miniszterelnökség helyettes államtitkára a hatósági ügyekért is felelős helyettes államtitkárság munkáját ismertette a konferencia megnyitóján. A péntekig tartó találkozóra az ország minden tájáról érkeztek szakemberek. A szakmai előadásokon túl megbeszélések és kötetlenebb hangvételű esté is vár az ágazat képviselőire.